Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Színkódokkal jelölik az országok fertőzöttségét, külön szabályok vonatkoznak a magyarokra és a külföldiekre. Meg kell erősíteni a határokat, újabb migrációs válságot okozhat a koronavírus, Szijjártó Péter szerint. Digitalizáció útján ingyen wifi pontokat alakítanak ki Szekszárdon. 3,6 millió forintból cserélteti ki a régi, elavult lámpatesteket a bátaszéki önkormányzat. Szerdától hatályos az a kormányrendelet, ami alapján zöld, sárga és vörös színkódokkal jelöli Magyarország a többi államot aszerint, hogy azokban mennyire súlyos a koronavírus járvány. Ez alapján külön szabályok vonatkoznak a magyar és a külföldi állampolgárokra. A besorolást hetente értékeli újra az operatív törzs, az országos tiszti főorvos tájékoztatása szerint. Szerdán lépett hatályba az a kormányrendelet, ami alapján Magyarország színkóddal jelöli az államokat a koronavírus fertőzöttségük szerint. A zöldszínű országokból a magyar és a külföldi állampolgárok is korlátozások nélkül léphetnek be Magyarország területére, és ugyanígy el is hagyhatják azt. Abban az esetben, hogyha sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről lép be magyar állampolgár, akkor a határon egészségügyi vizsgálatnak esik alá. Ha ez a fertőzés gyanúját igazolja, akkor automatikusan karanténba kell vonulnia 14 napra. Ha a határon történő egészségügyi vizsgálat nem igazolja a fertőzés gyanúját, akkor is karanténba kell vonulni. Ez alól csak akkor mentesülhet bárki, ha a határátlépést megelőző 48 órán belül már csináltatott egy negatív eredményt adó tesztet, és ezt okirattal is igazolni tudja. Ennek hiányában 14 napos kötelező karantén vár az érkezőkre. Ha egy magyar állampolgár sárga vagy vörös országból érkezik, akkor előbbinek a határon elvégzett teszt után a 14 napos karantén ideje alatt még egy negatívat kell produkálnia, a vörös országból érkezőknek pedig még kettőt. Külföldiek esetén a sárga országnál a szabályok megegyeznek, tehát nincs különbség sárga országból való belépés tekintetében külföldi és magyar állampolgár között, vörös országból való belépés esetén belépésre viszont nincs lehetőség azokból az országokból, ahol külföldi állampolgároknak, amelyek ebbe a kategóriába soroltatnak. A kormány minden szerdán fogja felülvizsgálni a különböző országokat, és a friss adatok alapján, ha szükséges, áthelyeznek egy államot más kategóriába. Júniusban 12 ezerrel dolgoztak többen, mint januárban, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a foglalkoztatottak száma a válság mélypontján áprilisban 130 ezerrel maradt alatta a februári értéknek, a június végi adatok alapján már csak 30 ezerrel. A júniusi foglalkoztatási szint pedig 12 ezerrel meghaladja a januárit. 2020 júniusában 4 millió 470 ezeren dolgoztak, 742 ezerrel többen, mint 10 éve 2010-ben. Súlyosbíthat a migrációs válságon a koronavírus terjedése, erről Szijjártó Péter beszélt Kerekasztal című műsorunkban. A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy a Közel-Keleten azokból az országokból, ahol a gazdaság fejletlen és rossz az egészségügyi ellátórendszer, emberek újabb tömegei indulhatnak meg Európa felé Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter szerint erre nem csak Magyarországnak, hanem az egész Uniónak fel kell készülnie. Az Európai Uniónak meg kell többszöröznie a külső határok védelmét, és meg kell szüntetni minden olyan külső okot, amely újabb migrációs hullámok elindulásához vezethet. Ezek közül néhányat már itt a hét elején a külügyminiszterek tanácsán meg is tárgyaltunk benne, a közel-keleti helyzetet, Törökország vagy éppen Líbia helyzetét. Szerintem azt az elvet kell követni, amelyet mi követünk 2015 óta, segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell odahozni, ahol nincsen baj. Nem nőtt az elmúlt héten a koronavírusra utaló anyagok koncentrációja a szekszárdi szennyvízben, ezt a Nemzeti Népegészségügyi Hivatal közölte szerdán. Ennek alapján a megbetegedések számában a következő 1-2 hétben jelentős emelkedés nem várható a városban és környékén. A fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítő anyagának jelenlétét vizsgálják, annak érdekében, hogy az eredmények ismeretében célzott, pontosabb hatósági intézkedések történhessenek. Magyarországon május óta vizsgálják a szennyvizet koronavírusra utaló jeleket keresve.
Ingyen wifi pontokat alakítanak ki Szekszárd közösségi életének kiemelt helyszínein. A sporttelepen már elkészültek a hálózat kiépítésével, így itt már térítésmentesen lehet internetezni. Jelenleg a Béla Király téren kezdődtek meg a munkák, a város erre egy uniós pályázaton nyert forrást. Árcs Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondta, az a cél, hogy a város teljes területén ingyen lehessen csatlakozni az internethez. Szerelik azt a wifi dobozt Szekszárdon a Béla Király téren, ami hamarosan lehetővé teszi, hogy itt bárki ingyen elérhesse az internetet. Ez a készülék 70-100 méterre szórja a jelet. Ilyen eszközből hármat helyeznek el a tér különböző pontjain azért, hogy teljesen lefedje a szekszárdi rendezvények egyik kiemelt helyszínét. Ez lesz az egyik ilyen hely a Tolnai megye székhelyen, ahol ingyen wifi pontot alakítanak ki. De a Szent István téren, a Prométeusz parkban, a Garai téren, valamint a sportközpont környékén is térítésmentesen lehet majd kapcsolódni az internethez. Továbbá a Barátság utcában épülő Generációk parkjában is lesz erre mód. A helyszíneket az önkormányzat képviselői választották ki az alapján, melyek a város közösségi életének fontos szinterei, mondta el a hálózatot kiépítő cég üzleti értékesítési vezetője. Arra törekszünk, hogy minél előbb, tehát a sporttelepen például már egy részen működik az ingyenes wifi szolgáltatás. Azt tervezzük, hogy a Béla téren a Szüreti Fesztivál idején már mindenképpen lehessen használni az ide látogatóknak. A Generációk parkja pedig, ahogyan épül a park, mi is folyamatosan úgy végezzük a kivitelezéseket, október 31-ig átadjuk az egész hálózatot. Szekszárd önkormányzata egy uniós pályázaton nyert 15 ezer eurót, vagyis megközelítőleg 5 millió 300 ezer forintnyi forrást a hálózat kiépítésére. Szekszárd polgármestere azt mondta, az a cél, hogy a város teljes területén ingyen lehessen csatlakozni az internethez. A lényeg az volt, hogy folyamatosan próbáljunk előre lépni a digitalizáció területén, olyan lehetőséget, szolgáltatást biztosítsunk, ami jobbá teszi a hétköznapokat és az elérhetőséget könnyebbé teszi. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt. A hálózat építési munkálatok megkezdődtek. Október végére ezeken a kiemelt helyszíneken ingyen elérhető lesz majd a wifi Szekszárdon. Tolna megyében eddig 7 ilyen ingyen wifi pontot alakított ki a cég. Újabb beruházás kerülhet veszélybe Szekszárdon. A Szabó Dezső utcai orvosi rendelő és a Szőlőhegyi óvoda felújítása után ezúttal a DNS Valéria általános iskola energetikai korszerűsítése hiósulhat meg az éjjel Szekszárd tagokból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén hozott döntése miatt. Úgy tűnik, itt is olcsóbb ajánlatra vár a bizottság, noha a tervek elkészültek. Újabb beruházás kerülhet veszélybe Szekszárdon. A Szabó Dezső utcai orvosi rendelő és Szőlőhegyi óvoda felújítása után ezúttal a DNS Valéria általános iskola energetikai korszerűsítése hiúsulhat meg az éjjel Szekszárd tagokból álló Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legutóbbi ülésén hozott döntés miatt. Úgy tűnik, itt is olcsóbb ajánlatra vár a bizottság az építőipari cégtől, noha a tervek elkészültek és elvileg indulhatna a munka. Erre a város még korábban nyert forrást a település fejlesztési operatív programból, majd a PIP Közép-Dunamenti térségfejlesztési non-profit KFT-től kapott még támogatást a munkákra. A bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy bár elindítják a kiviteli tervek elkészítésére a pályázatot, és a bizottság rábólintott a munkára, ezzel párhuzamosan mégis egy másik tervet is készítetnek a tervezővel egy olcsó felújításra. Ezért a bizottság úgy döntött, az eljárás feltételes eljárásként kerülhet csak kiírásra. Ez azt jelenti, hogy ha meg tudnak egyezni a forrásról a tervezővel és a kivitelező céggel, jövőre elindulhat az épület korszerűsítése. Ha nem egyeznek meg és nem tudják olcsóbban megoldani a korszerűsítést, később kezdődhet meg a beruházás, és így később is lesz kész, vagy akár el is bukhatja a város az erre nyert forrást. Az iskola korszerűsítésének ugyanis 2021. novemberéig kell befejeződnie. A Szőlőhegyi óvodánál szintén a Gazdasági Bizottság döntése miatt az a helyzet állt elő, hogy a felújítására és az átépítésére megvan a forrás, elkészültek a tervek. A bizottság július elején mégis úgy döntött, ezzel párhuzamosan felállít egy szakmai tímet, aminek az a feladata, hogy megvitassa, hogyan lehetne kisebb és olcsóbb óvodát építeni. Így mindkét fejlesztés esetében előfordulhat, hogy elkezdődik a területen a munka, majd újabb módosításokat akar a megrendelő önkormányzat elvégeztetni a kivitelezővel, ami többletköltséget okozhat. Döntött a parlament a rövidtávú lakáskiadás szabályainak szigorításáról.
Az indoklás szerint az albérlet és ingatlanárak, valamint az adózási hatások miatt indokolta a rövidtávú szálláshely kiadás szabályozása. A rövidtávú lakáskiadás napi szintű gondokat okoz a társasházakban, ahol a turisták és a lakók életét kellene összehangolni. A javaslat értelmében az önkormányzatoké lesz a döntés joga, ha akarnak, szigoríthatnak, megszabhatják, hány napra lehet kiadni a szálláshelyeket. 3,6 millió forintból korszerűsítik idén a közvilágítást Bátaszéken. A június 14-én tartott rendkívüli közgyűlésen ezen kívül 13 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Többek között a tájház felújításáról szóló pályázat beadását is megszavazták. Rendkívüli testületi ülést tartott Bátaszékváros képviselőtestülete július 14-én. 14 napi rendi pontot tárgyaltak és döntést hoztak a tájház felújításán kívül, többek között arról is, hogy a város közvilágítása fejlesztésre szorul. Döntött arról a képviselőtestület, hogy a város közvilágításának korszerűsítése érdekében egyrészt megkezdi a lámpatesteknek a cseréjét. Sajnos abban az állapotban kerültek már lámpatestek, hogy nem tudnak üzemszerűen biztonságosan működni. Mintegy 3,6 millió forintos keretösszegig idén is megkezdődnek majd a felújítási munkák. Ezen projekten belül elhelyeznek egy új kandellábert a Petőfi Sándor művelődési ház előtt, ami segíti majd a biztonságos közlekedését azoknak, akik este érkeznek az intézménybe. A közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos feladatokat a város saját forrásból finanszírozza majd, hiszen erre most nincs pályázati lehetőség. Döntést hoztak továbbá tájház felújításával kapcsolatban is. Benyújtásra kerül majd a tájház felújítására vonatkozó pályázatunk, mintegy 36 millió forint keretösszeg erejéig próbálunk majd forrást szerezni. Ebben a 36 millió forintban durván 16 millió forint az önkormányzat önereje, 20 millió forint pályázati forrásra próbálunk majd reményeink szerint pozitívan pályázni. Az elkövetkezendő időszakban a város jó néhány pontján munkálatok kezdődnek majd. Többek között a piactéri parkoló átépítése, a kövesdiárok mederkotrása és a gondozási központ tetőfelújítási munkálatai is megkezdődnek. Az előző évekhez képest 10%-kal kevesebb őszi búza teremhet az idén Tolna megyében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint az őszi búza 46.795 hektáros vetésterületének 39%-án végeztek a betakarítással, 5,9 tonnás hektáronkénti termésátlaggal. Ez a mennyiség a vártnál jobb, de elmarad az előző évek 6 tonnát meghaladó átlagától. Beslések szerint a csapadékhiányos tavasz miatt a búza minősége is gyengébb a tavainál, 70%-ban takarmány, 30%-ban malmi minőségű termésre lehet számítani. Tolnában az év első 6 hónapjában 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott, mint 2019 azonos időszakában. Szekszárdon márciusban 52, áprilisban 13, májusban 30, júniusban 81 mm eső esett. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Tájékoztató fórum nem csak vállalkozásoknak, vannak még uniós pályázati lehetőségek. Népszerű a diákmunka, szívesen foglalkoztatják az egyetemistákat a Balatonon. Csillagok útján közel 1000-en indultak az éjszakai futóversenyen. Európai uniós pályázati lehetőségekről tájékoztatták az érdeklődőket Bolyban. A 2014-2020-as tervezési időszak hamarosan véget ér, de még vannak igényelhető támogatások. A fórumon például a vállalkozások technológiai korszerűsítéséről és a megújuló energiahasználatról kaphattak részletes információkat a megjelentek. Mikro, kis és középvállalkozások technológiai korszerűsítése és épületenergetikai fejlesztések. Ezt a két még elérhető pályázati lehetőséget mutatták be a szakemberek Bolyban. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programok keretében a KKV-k az idei év végéig igényelhetnek támogatást, valamint hitelt. A hallgatóság között nem csak vállalkozók vettek részt, hiszen ezek az előadások számos területet segíthetnek, mondta egy Mohácsi Bank fiók vezetője. Mint a kereskedelmi bank képviselője Mohácsról érkeztünk, és tehát a lakosság és a vállalkozó ügyfeleinknek tudunk adni tájékoztatást az energetikai lehetőségekkel kapcsolatban, úgyhogy ez mindenképp nagyon pozitív a mi ügyfélkörünkben is.
Az egyik bemutatott program keretében ugyanis a megújuló energia használatára és energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztésekre igényelhetnek támogatást a vállalkozások. A második pályázatban pedig a korszerű termék és szolgáltatás fejlesztési képességek megteremtésére, bővítésére kérelmezhetnek hitelt. Ennek összege maximum 25 millió forint lehet. Ezekről adtak részletes tájékoztatást a Széchenyi Programiroda szakemberei. A rendezvénynek helyet adó épület is egy hasonló pályázat útján valósulhatott meg. Személyesen is az egyik képviselő folyamatosan segíti a munkánkat, kijár rendszeresen és tanácsokat ad. A mai rendezvény az úgy jöhetett létre, hogy minden ilyen esetben segítjük a működésüket, az ő előadásukat. A szakértők felhívták a figyelmet, hogy az érdeklődők mindig tájékozódjanak a nekik megfelelő pályázati lehetőségekről. A programiroda munkatársai pedig további segítséget nyújtanak a programok sikeres megvalósításához. 1000, de akár 1500 forintos órabérért is dolgozhatnak a diákok nyáron. Középiskolások és egyetemisták egyaránt munkába állnak ezekben a hetekben a Balatonon. Leginkább a vendéglátásban foglalkoztatják a fiatalokat. A fagyispultban dolgozik Vivien, a fiatal lány először jelentkezett diák munkára, egy siófoki kávézóban kapott állást. Nyáron szeretnék pénzt keresni, és igazából nem volt úgy terve, hogy mi, csak ez megtetszett, és ezért jöttem ide. Ebben a kávézóban minden nyáron fogadnak munkára diákokat, jelenleg 4 fiatal dolgozik náluk. Én azt gondolom, hogy ez a pályája elején neki is egy nagyon jó lehetőség, és nekünk is, mert nagyon nagy segítség számunkra az, hogy ilyen lojális fiatalokkal dolgozhatunk együtt. Van diák, aki már nem először dolgozik náluk, mondta a főpincér. Mi nagyon honoráljuk az igyekezetet, illetve a szorgalmat, és tavalyról is jöttek már vissza diákok hozzánk, és természetesen az ő órabérük ilyen mértékben is változik, tehát emelkedik. Úgyhogy nálunk a fejlődésre is van lehetőség. Jelenleg hazánkban 100-120 ezer diák dolgozik. Számuk most több a kínált álláshoz képest, mint az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy több diák jelentkezünk szerintem nincsen az elmúlt évekhez képest. Inkább én azt gondolom, hogy a vírus miatt még nem álltak vissza olyan szintre a jelenleg futó megbízások. Ezért azt gondolom, azok a diák, akik eddig is dolgoztak, azok most is szeretnének továbbra is munkát vállalni, és én azt gondolom, hogy miattuk van kicsit az átlagosnál is nagyobb jelentkező szám. Széles a kínálat, fizikai és otthonról végezhető számítógépes munkát is tudnak ajánlani a diákoknak a közvetítők. Az órabér az állástól és az elvégzendő feladatoktól is függ, mondta Kornya József. Nyilván egy olyan munkavégzés, ahol a különböző, hát úgy is mondjam, akár olyan idegen nyelvtudás, vagy számítógépes, ilyen IT-s véna kell, ott értelemszerűen jobban lehet keresni. Ezeken a területeken értelemszerűen ugye lehet folyamatosan akár otthonról is dolgozni, tehát ha ehhez megvannak az infrastruktúrális lehetősége a megbízó partnereknek, meg ugye a diáknak, és akkor ezek tudnak működni. Itt azért azt gondolom, hogy a határ ezeken a területeken ilyen 1300-1500 forinttól kezdve ugye képességtől függően, itt akár több ezer forintos órabéreket is tudnak keresni a diákok. Egy gyors éttermi, mozis vagy könnyű fizikai diákmunka órabére átlagosan 1000-1200 forint között mozog ezen a nyáron. Idén másodszor is segíti a méhészeket a magyar kormány. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a szakemberek egy méh családonkénti 1000 forintos támogatásra pályázhatnak. A benyújtási határidő július 27-e, a kérelmeket pedig online kell eljutatni a Magyar Államkincstárhoz. Ilyen veszteséges évük még nem volt a méhészeknek, mondja a szakember. Máj Gábortól megtudtuk, a kevés mézmennyiség és a nektárgyűjtő rovarokat veszélyeztető betegségek is hozzájárultak ahhoz, hogy egy eddig még nem látott visszaesés következzen be az ágazatban. Van azonban segítség egy pályázat keretében, amit a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani. Ezzel a méh családok egészségének fenntartását szeretnék biztosítani. Július 13-ától ismételten be lehet nyújtani a családok méhegészségügyi fenntartását szolgáló úgynevezett de minimis nemzeti alapú támogatást. Ez a méh családonkénti 1000 forintot jelent a méhészek számára. Ebben az évben másodszor és két hét
két hétig, azaz július 27-ig lehet beadni. Egy ilyen lehetőségre már pályázhattak a méhészek még februárban, most pedig a gazdaságvédelmi akcióterv részeként idén másodjára is segíti a kormány az ágazatot. Fontos, hogy a pályázatot elektronikusan lehet benyújtani, és az államkincstár is online kommunikál ügyfeleivel. Amennyiben a hiánypótlásra való felhívást nem veszi észre a méhész, és nem teljesíti azt, akkor elutasításra kerül a kérelme. Ezért fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzék e-mail elérhetőségüket az érintettek. Gyerekek és felnőttek egyaránt rajthozáltak az első balatonlellei éjszakai futáson. A viharos szélben inkább erőpróba, mint verseny volt a program, de sokan bulifutásnak tekintették az eseményt. Az egész országból érkeztek a nevezések, sőt voltak, akik ehhez a futáshoz tervezték balatoni nyaralásukat is. Már sötétedés előtt gyülekeztek a futók a balatonlellei szabad strandon, ahol első alkalommal rendeztek éjszakai futást. Nyáron a nagy meleg miatt éjszaka szeretünk futni, mégpedig itt ezen a partszakaszon, ahol a versenypályát is kijelöltük, és egyébként, hogyha nem ilyen az idő, akkor gyönyörű, és akkor ebből adódott, hogy ezt az élményt megosztjuk a futókkal is. Voltak, akik a nyaralásokat is ehhez a programhoz igazították, köztük Gáborék is, akik lakóhelyükön már vettek részt éjszakai futáson. 60-ban igen, ott az Agyva parton szoktak rendezni, és azért is tetszett ez, hogy kire szépen rakva majd mécsesekkel, csak hát az időjárás az egy kicsit közbeszólt. Azonban a viharos szél sem szegte az induló kedvét. Én általában hosszabb távokon szoktam futni, csak most úgy volt, hogy maradunk ezen a 7 kilométeren, ez jó döntés volt ebbe az időbe. Renáta és kislánya együtt szokott edzeni, nem is akármilyen állomást érintve, mesélte Anna. Nyáron el szoktunk menni az egyik cukrászdába, és igen, és odáig szoktunk elmenni, aztán vissza. 5, 4, 3, 2, 1, kapjátok el, A szervezők 400 méteres távot jelöltek ki a gyerekeknek, ők egy felnőtt futó vezetésével álltak rajthoz. 3, 2, 1, nagyszerűen! A felnőttekre 3,5, 7, valamint 10,5 kilométeres táv várt a Balatonparton. Ez inkább erőpróba szerintem, bár nyilván lesznek olyanok, akik versenynek tekintik, de azért éjszaka nagyon ritka az, hogy valaki megdöntse az addig legjobb idejét. Tehát itt, akikkel én beszélgettem, ők mind ilyen bulifutásnak vették fel ezt az egészet, és inkább az élményben szeretnének részt venni, hogy itt futassanak a Balatonparton. Az első lellei éjszakai futásra előzetesen 850-en regisztráltak az egész országból. A szervezők nem pihennek, azt ígérik, hogy a rendhagyó futóesemények sorát még folytatják. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Színkódokkal jelölik az országok fertőzöttségét, külön szabályok vonatkoznak a magyarokra és a külföldiekre. Meg kell erősíteni a határokat, újabb migrációs válságot okozhat a koronavírus, Szijjártó Péter szerint. Digitalizáció útján ingyen wifi pontokat alakítanak ki Szekszárdon. 3,6 millió forintból cserélteti ki a régi, elavult lámpatesteket a bátaszéki önkormányzat. Csütörtökön hideg front éri el térségünket, erősen felhős, borongós, hűvös idő várható, néha kisebb esővel, záporral. Időről időre megélénkül az északnyugati szél. Éjszaka is borult lesz felettünk az ég, de csak kevés helyen fordulhat elő kisebb eső. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!